Tisztelt közgyűlés, kedves egybegyűltek! Nagy Lászlónak 90. születésnapjára, odaátra küldhetnénk közösen vidám üzeneteket, amilyeneket ő küldött utolsó verses könyve, a Jönnek a harangok értem egyik ciklusában több mindenki élő barátjának. Ami ritka, itt vagyok meghumorítva, írta, vidám hódolatai között sejtetve, meghumorítva lenni hasonló ahhoz, mint amikor az aranyúr, az őszikék meg én címzettje annak idején, Nagyidával a szabadságharc bukására célozva, kétségbe esett kacajra fakadt, s kezdék nevetni a sírás helyett. A hangulat komorságát, a kedély nyomottságát érzékeltetve, Nagy László mintha csak azért fordult volna költő elődjéhez, hogy megkérdezhesse, nem tőle, de maga magától, idézem őt, óhajtam-e én a mennyet, halhatatlanság, és felelhessen is, a semmiből por, majd a porból a semmi. Menj, halhatatlanság, a halál előérzete volt ez, amire édes testvére, a vers és szőlővessző öccsének megszólítottja, Ág István sem gondolt. A vers, a harangok eljövetele verse valóra váltotta volna magát. Úgy lett, ahogy a torony iránt és anya iránt hazának lépkedő fiú beszélte, idézem, megmossa anyám hajamat, utoljára mossa, kivasalja ingemet is utoljára, és búcsúzom immár. Aki korai versének címével szólva, vígesztendőkre szomjas volt, s maradt, csak ugyanúgy halt meg, kiváló irodalomtörténész véleménye, hogy akárcsak az apja, ő sem tudott megbocsátani a világnak. Az apja emlékezetes pillanat megtagadta, hogy barátaival, komáival, magnóval énekelje a regölést, nem éneklek ennek a világnak, tiltakozott, mint aki TSC-be erőltetett öregemberkét, tisztában van a státuszával, a kisebbik fia verse, az utolsó paraszt kivonulása látlelete szerint valóval, idézem, de itt a kényszer, aranymáz, a summáz, rabszolga ő, ha nem paraszt, se summás. Nagy László, ha vígságot nem is, legalább vigasztalást kapott, vagy inkább vigasztalást teremtett magának a versben, a versírással. Idézem, kérded, hogyan lehet élve elviselni ennyi keserűséget? Tudd meg, én csupán most élek, amikor szólok, egyébként halott vagyok. Keserűbb nem is lehetne, pedig a költemény nem az emésztő búbánatot beszéli el, hanem a múltat, amikor, ez a címe, ragyogtam én is. De hol van már ez az idő, a talán lírai fényüzésnek is nevezetté? Hol a kiviszi át a szerelmet teremtő cselekvésre, buzdítása, még ha vad és vád és kétség is kísérte a felhívásait? S hol a versben bújdosó, magabízó öntudata, még ha a küzdelmek, harcok a társadalom peremére szorítják is a haramiát? Okos és megfontolt összevetés az életmű mély ismerőjé, hogy a két arszpoétika után a harmadik, a verseim verse, bizony megdöbbentő szemléleti különbséget mutat az érzület teljes elkomorulását. A költemény csupa nagybetűvel, verzállal láttatja ezt. Idézem, tévedés vagyok, vagy kérdés vagyok, vétek vagyok én, és minden magam vétek, ha megöltök, ünnep lesz az, mert nem ragyog, soha se ragyog. Hol, folytatva a kérdéseket, a fiatal költő, akinek a hitvallását, áll az ember a tájban, vassá mered a lába, fönséges fejét bánat, bitangság fölé vágja, Déri Tibor dicsérte. Ugyan ő déri az erkölcsről, az emberi értelemről szóló sorait. Vadságit ne nőjön úrrá, nehogy ki szülőjét rúg rá, vitéz lehessen. Tudja, hogy sohasem jár a tisztesség csillaga árván, s nem vész idő homályán, hanem világít. Hol az egymásra figyelő, egymás biztató írók világa, a más ízlésűeké, felfogásúaké esetleg,
ahol egy Örkény István méltatta a költő jártasságát, ismereteit az öröktől fogva való és örökké való természetben. Hol egy Németh László, hogy üzenjen, idézem, a modern líra híveinek, meg kellene szímatolniuk, írta, e más irányú lírában, a Nagy Lászlóéban a menekülést, sőt a lappangó tiltakozást is, amelynek csak az iránya más, mint az övéké, nem a nyelvben akar a valóságtól elszakadt új dacos világot alapítani, hanem eredetének megfelelően a közösségben keresi az emberi magmát, amelynél a költészet még melegedni tud. És nem utolsó sorban az írók világából Hol Tamási Áron bája pajkossága, aki a Kossuth-díjassá lett fiatal poétát figyelmeztette, rendelje magának 2 rendőrtönt, vegyen 2 pizsamát, a levele utóíratában pedig aggódva kérdezte, utazó kuffered van-e? Az érzelmek kiszikkadása, kiszáradása következett el? Ismét verszímét kölcsönözve, kérdésbe fordítva, új évszak jön, s tőle a válasz, mert hová jutottam, sehova, szintelen seholba, semmibe, halálosan puszta papírhoz. Egy esztendővel halál előtt mondta, idézem, nagyon sok jel mutat arra, hogy a költészet, a komoly költészet egyre inkább elveszíti irányító, alakító szerepét. Lehet az embereknek nincs idejük elmélyedni egy versben. A költészetet is oly módon szeretnék kézbe venni, mint egy konfekcióruhát, vagy egy slágert, hogy ne kelljen megküzdeniük az értelmiért. Kis eszéje, a megismerés, nyelv és vers is panaszolta, idézem, a szó meggyalázása nem új lelemény, de látványosabb, mint fájó, mint valaha. Tanúi vagyunk, idézem tovább Nagy Lászlót, hogyan használják a nyelvet maszlagolásra, hazugságra. Nem csoda, ha sokan elfordulnak a sorskérdésektől, jó, ha játékba, fájó, ha szótlanságba. Más hang, tónus ez, mintha a megértés szándéka vezetné, pedig szelleme, szellemessége hogy villózott korábban, amikor az aggodalom legyőzését példázta, idézem. A más-más ízlést ugyan tisztelem, de szolgálni mindenkinek nem tudok. Ha akadnak olyanok, akik elfancsalodnak némely aromától, ezeknek sajnálattal üzenem, bocsánat, önöknek nem töltöttem az pohárt. Amikor a fiataloknak, feltétlenül íróknak például hozott, aki könyvből akar irodalmat csinálni, olyan, mint a balga, aki ujját dugva a Dunába, azt hiszi, fürdik. Vagy amikor, s épp a Holtig a hűségtől című vallomásában, lelkes honfiúi megnyilatkozások hallatán, olvastán kijelentette, idézem, borzongok azoktól, akiknek szája untalan nyűvi a legfenségesebb szavakat, hogy a nép és haza és emberiség. Költőnek lenni manapság sem jelent mást, mint erkölcsi tartást. S folytathatnánk itt is az okos okfejtéseket tanúsítva, hogy amikor mint egy magának mondott ellent, azaz jelszava, a műveld a csodát, ne magyarázd ellenére, magyarázatokba fogott, akkor is olyan aforisztikus, tömörségű, axiómaszerű gondolatokat, ítéleteket és magatartás elveket fogalmazott meg, amelyek kiegészítői, ahogy monográfus a Görömbei András írta, a múlhatatlanság szerkezetébe beépült költészetének. Ott állnak a nemzet idézetkincséhez tartozó szentenciákkal párban, az olyanokkal, mint dal ham és húron pendülni ne merjen, és én tisztelem a tiszta csapást, vagy az Úristen, én nem vagyok itthon, vagy a gúnybitangol akár a járvány, vagy neked rossz fazékkal csörömpöl ez a kor, vagy az ekkora alázat már gyalázat, s a többiekkel sorolhatnánk. Nem szentencia, nem tanulságlevonás, de tanulságtevés, ami Kormos Istvánnal folytatott televíziós beszélgetésében felelet volt arra, hogy mit üzen a vele 100-500 év múlva szembeülőknek, mit a jövendőnek. Bár ebből a jövőből még csak, vagy már 40 esztendő telt el, válasza ma is komor, nyugtalanító. Feltételt szab és nyomatékosít.
idézem, csak akkor csókolja a kései utódokat, ha lesz emberi arcuk egyáltalán. Kiadna magyarázatot, határozottat rá, mit fejezít ki a határozó szó, az egyáltalán. Antropológiai sötétenlátás diktálta egyáltalán, vagy csupán az a köznapi, elfogadhatatlanul is elfogadott gondolat, hogy az emberfajta kormosnak fejtegette, de Déri is írta ezt valahol, a kromanyoni ős óta semmit sem javult. Ördöklés, uralomvágy, gyűlölet. És milyen ez a feltételezett emberi arc? És milyen az emberi szellemük? Nagy László beszél erről, amelyik zord végszavai az interjúnak. Ha lesz tudatom velük, üzenek, csak ennyit tehettem értük. Csak ennyit tehetett értük, értünk. Alig ha játékos önkisebbítéshez, szomorú számvetés inkább. Nem a tehetséggel, hanem a helyzettel, a körülményekkel számoló. De ha vidám, vagy legalább vidámabb üzenetet küldhetnénk, a ma is eleven irodalmi közvélekedést közvetítenénk. Az, hogy Iszkáz, a szülőfalu, akár mint Farkaslaka, Nagyszalonta, Érmincent, Rátszegres puszta, és a több más hely, csillaggá énekelt falu nevek, ahogy Ág írja, mint anyák és szeretők a költészet égbontján, mindig láthatóan. Az is jelöltje és jelölője már a szülőhelynek, akinek Nagy László édes játszótársa, szerető ítélője és fölsőbb egyeteme volt, az öcs, az életműve egészével a testvére költészetének magasába jutott Ág István. Ha még egy üzenet szállhatna a csillagok közé, akkor tárgyszerűen mennyei túlzás nélkül tudatnál báttyal, nem csak a szülőfalu van ott a magyar irodalom térképén kitörölhetetlen pont, hanem tágabb vidéke, a Bakony és a Balaton ölelte táj, maga egy külön kis ország is. Ha a harangok a tegnap érte jöttek, ma visszahoznák őt, és mondaná, ahogy mondta, bátorkodom újra megszületni, talán több nyugalomra és örömre lelne, és menne tovább serkenteni a zöld angyalt, velünk együtt, tovább a reményben, ha lehetetlenért is, tovább. Köszönöm a figyelmet.